Nagy Norbertel a Kia standon nagyjából minden évben összefutunk, és most végre egy olyan autó van mögötted, amit én is szívesen megvennék, hiszen hátulhajt, nagyon erős és sportkocsi. Mit lehet róla tudni? Ez a végletek autószalonja, most a mi részünkről, azt gondolom, elhoztuk a legkisebbet és elhoztuk a legerősebbet. Ami mögöttem látható, ez a legerősebb Kia, ami valaha készült. Ez az európai premierje, az autónak a világpremierje már januárban Detroitban megtörtént. Ezt Kia Stingernek hívják ezt a modellt, és ez egy GT autó, gyakorlatilag egy Gran Turismo és a 70-es évekbeli klasszikus Gran Turismo autók ihlették gyakorlatilag a dizájnereket, amikor ezt az autót megtervezték. Egy álomnak a megvalósulása, így fogalmazott a főmérnök, főtervező mérnök Peter Schreier, ugyanis az autó koncepció változata 2011-ben már elkészült, és hát azóta dédelgették azt az álmot, hogy ezt megvalósítják és sorozatgyártásba kerülhet az autó, és hát végre ez a pillanat és ez a nap is eljött, úgyhogy ez az európai premier itt a mai napon Genfben. Mondjál róla ilyen nyers adatokat, amire minden sportautó rajongó vágyik. Három erőforrással kerül az európai piacra, egy 2 literes turbó benzines motor lesz az alap, ez ilyen 255 lóerő teljesítményt tud leadni, egy 2.2-es dízel motor lesz 200 lóerővel, és hát a csúcs teljesítmény az egy 3.3-as V6-os benzinmotor lesz, ami 370 lóerőt teljesít majd. Magyar piacon mit várhatok el a modelltől? Mert ugye egyrészt a Kiától ez egy szokatlan irány, másrészt pedig ugye nincs is nagyon nagy érdeklődés ilyen modellek iránt, de azt gondolom, hogy egyrészt a formája és meg ugye ezek az adatok is meggyőzőek. Igen, ennek a modellnek a magyar piacon, de azt gondolom talán az európai piacon is elsősorban nem a darabszám a célkitűzése, tehát hogy minél többet adjunk el belőle. Nyilván az a célkitűzésünk, vagy az az autónak a definíciója, ha egy szabad így mondanom, minél inkább emelje a márkának az elismertségét, az ismertségét és az imázsát, és azt gondolom, hogy erre ez a legjobb megoldás. Térjünk át, ugye a másik végletre mondtad, hogy ez a végletek autósója, gondolom a Picantóra gondoltál. Így van, ez a végletek autósója. Legkisebb modellünk is megújult, a Kia Picanto. Egy nagyon pikáns dizájnt kapott kívülről. Megújult az autó teljesen, nem csak kívülről, hanem belülről is új anyagok kerültek bele, és ez most már a harmadik generációs Picanto. A Picanto egy olyan modell a Kia-n belül, ami nagyon népszerű, nem feltétlenül csak Európában, hanem a világ többi pontján is árulják, úgyhogy már több millió fut az utakon, és hát azt gondolom, hogy ez az új modell, az új karosszéria forma is mindenképpen alkalmas lesz arra, hogy majd megdobogtassa azok a vásárlóknak a szívét, akik a kisebb autókat kedvelik. Egy olyan karosszéria változatot hoztak létre, amit 11 különböző színnel lehet majd rendelni, hozzá lehet variálni majd különböző belső kárpitokat, úgyhogy a variálási lehetőség az nagyon sokszínű lesz. Nagyjából most már majdnem minden modelleteket kicseréltétek így az elmúlt időben. Milyen új modellek jöhetnek még? Ugye most ez egy teljesen újdonság, hogy hátsókerekes sportkocsival leptek meg minket, de mi jöhet még? Ugye a Niro is teljesen új irány lett. Igen, vannak új modellek, és az új modellek azok általában új szegmensekbe is érkeznek, így ebben az évben még a Kia-nak érkezik olyan új modellje, amilyen szegmensben még nem vagyunk jelen. Ez a B SUV egy ilyen kisebb szabadidő kategóriás szegmens, ebbe fog érkezni majd a Rio-nak egy ilyen szabadidő változatú autója, aminek neve még nincsen, de ilyen október-november magasságában már a hazai piacon is lehet majd kapni, és léteznek új variánsok az új modellek mellett, tehát meglévő modellekbe érkeznek új hajtáslánccal variánsok, így például a hibridek mellett megjelentek a plug-in hibridek is a Kia modell palettáján. Most mutatjuk be itt a Niro-nak, az általad említett hibrid Niro-nak a plug-in hibrid változatát, ami egy konnektorról tölthető változat, és annyival praktikusabb, hogy itt tisztán elektromos hajtással is több mint 50 km-t el lehet menni az autóval, tehát gyakorlatilag az otthoni töltést követően bemegyünk a munkahelyre, ott megint töltünk, és aztán haza is teljesen tisztán elektromos verzióban el tudunk jutni. Megmutattuk most az Optima kombi változatának és a plug-in hibrid változatát. Ebből már a szedánnak volt plug-in hibrid változata, most a kombinak is megérkezett. Ez a zöld irány nem csak a Kia-nak, de a többi autógyártónak is egy irány. Európában nagyon fontosak azok a szabályozások, amik a károsanyag kibocsátást próbálják meg ugye lejjebb és lejjebb szorítani. Ez a jövő irányvonala, úgyhogy a Kia is ebben az irányban gondolkodik a fejlesztések területén. Give me some water to quench the fire.